Szeptember második felében már lehet számolni a hidegebb napok beköszöntével, ezért megakadályozandó a lakások falak lehűlését, szükséges lehet elindítani a fűtést. Ehhez azonban nem elegendő, hogy a távhőszolgáltató a saját rendszerét felkészíti és indulásra készen tartja, a házak belső fűtési hálózatának is feltöltött, légtelenített állapotban kell lennie. Kellemetlenséget fogunk okozni most a visszatöltésekkel. Azt fogják tapasztalni a lakók, mivel a távhőrendszerek visszatöltése, fűtési rendszerek, belső rendszerek visszatöltése lágy történik a korrózió, illetve a radiátoroknak a védelme érdekében. Ezért viszont ez a lágy víz, ez a mi rendszerünkön áll rendelkezésre, tehát az azt jelenti, hogy a jelenleg a használati melegvizet kiszolgáló felmelegített vízzel tudjuk csak visszatölteni. A lakók tehát azt fogják tapasztalni, hogy átmenetileg fel fognak melegedni a radiátorok, de természetesen ez nem jelenti azt, hogy a szép hő elindítja a fűtést, vagy próbafűtésbe kezdenek. Szauter terákos megnyugtat mindenkit, hogy a kellemetlenség nem fog sokáig tartani. Egy-két óráig tart egy feltöltés amíg a feltöltés zajlik, amíg a feltöltés megy, különösen akkor, hogyha, eset, hogyha nincsenek problémák, mert azért jellemzően szoktunk találkozni légtelenítési problémákkal, lezárt radiátorokkal, de hogyha ilyen probléma nincsen, akkor maga a feltöltés az pár óra alatt lemegy, addig melegszik, és hát utána értelemszerűen ki kell hűlni a radiátoroknak. A feltöltést a házakban zajló szerelések végeztével a közös képviselők a lakásszövetkezet és a fűtési megbízottak kezdeményezhetik. Feléjük kell jelezni azt is, ha a fűtés elindítását szeret né a lakóközösség